Az Országház bútor művészetéről azért lehet így egységesen beszélni, mert egy elég kivételes helyzettel állunk itt szemben a házon belül, ez pedig az, hogy annak idején, amikor Steindl Imre és munkatársai megtervezték ezt a házat, akkor nem csak építészként, hanem belső építészként is dolgoztak, és tulajdonképpen az utolsó legapróbb részletekig mindenre terveket dolgoztak ki, és ebbe az Országháznak a bútorzata is beleértendő, és nem csak azok az egyedi bútorok, amit egyébként általában a historizmus építészetében meg szoktak tervezni a tervezők, hanem olyan általános és alárendelt irodabútorok is, amelyek ténylegesen nem is vezetői irodák, hanem az Országházat minden nap használó és működtető személyzetnek, alkalmazottaknak voltak a használatában. A bútorzatra és az asztalos munkákra, illetve az egész berendezésre egyébként az eredeti költségvetésben 600 ezer koronát szántak. Ez az összeg ma nem feltétlenül mond nekünk sokat, de azt mondjuk el lehet róla mondani, hogy ebből egy kisebb vidéki középületet, mondjuk egy vármegyeházát vagy egy kerületi bíróságot föl lehetett építeni. A legnagyobb egybefüggő asztalosipari munka az Országházban, az kétségtelen ez a pacsor, illetve hát ennek a párja. Mindkét berendezés jó részt Mihül Alajos asztalos műhelyének a terméke. Mihül volt az, aki tulajdonképpen Ték Endre után a második legnagyobb, legjelentősebb üzemet tartotta fent a 19. század végén Budapesten. Itt nem csak magára a látható szerkezetekre kell gondolni, de ugye ez az egész döntött U-alakú patkó ülés sor tulajdonképpen ugye egy hatalmas fenyőfa ácsolatra van felhelyezve. Ugye ez nem volt feltétlenül evidens, például, hogyha a londoni parlamentre gondolunk, ott ugye egy egészen más típusú ülésrend van a mai napig. Az üléstermeknek egy másik fontos asztalos ipari eleme az a gyönyörű hatalmas mennyezet, ami föléjük borul. Ez a mennyezet nem Mihül Alajos, hanem Ték Endre műhelyének munkája. Ték Endréről annyit érdemes elmondani, hogy ő volt tulajdonképpen a 19. század második felének legjelentősebb magyar asztalosa. A gyárában különféle olyan eljárásokat alkalmazott, illetve kísérletezett ki, amelyek a modern magyar bútoriparnak a megalapozását tették lehetővé. A padsorok és a mennyezet mellett az Országház üléstermeinek talán leglátványosabb eleme az, az elnöki pulpitus, amit a tévés közvetítésekből is nagyon sokan ismerhetnek. A főrendi ház esetében ugye sajnos ma már nem az eredeti pulpitus van meg, annak egy megközelítően elég pontos rekonstrukciója. Itt a képviselőházban viszont ez sokkal jobban emlékeztet magára az eredeti elrendezésre, de az a helyzet, hogy itt eredetiségről is furcsa igazából beszélni, mert magát a pulpitust legalább 2-3 alkalommal az átadás után átalakították, annak ellenére, hogy eleinte és eredendően is elpróbálták és átnézték a terveket a házbizottságok. Ezekből a folyosói pamlagokból összesen 76 darab készült el 1901-re, azonban mire átvették az Országházat, kiderült, hogy 66 darabot megrágtak a molyok az épületen belül, úgyhogy egy komoly pótmunkára volt szükség. Ilyen és ehhez hasonló történeteknek, bájos és kevésbé bájos és apróságoknak a sokaságát lehetett a kutatás során feltárni az Országház gazdagon megmaradt iratanyagából. Többek között például arra is fény derült, hogy az egyik vállalkozó az eredeti vállalásával szemben nem lószőrrel, illetve állati szőrrel tömte ki ezeket a kárpitozott bútorokat, hanem helyette fibriszt, azaz növényi rostot használt. Végül is elfogadták a megoldást, csupán annyi történt a szerződésbontás vagy bármiféle pereskedés helyett, hogy levonták a végösszegéből a két anyag közötti különbséget. Ahol állunk, az az egykori főrendi házi elnöki dolgozószoba, és körülöttünk ennek az egészen egyedi berendezése. Ugye ennek a különlegessége nem csupán az, hogy ebből egyetlen egy darab van a házban, de az is, hogy az 1896-os milleniumi országos ezredéves kiállításra készült ez a bútorgarnitúra. Igazából itt ugye a főrendi házi elnök a vendégeit fogadta, tehát kétféle szalongarnitúra készült. Egyrészt egy kis szalongarnitúra, amelyeknek ezek a kisebb, alacsonyabb támla, vagy illetve támlás
de karfa nélküli bútorok a részei, illetve készült egy nagy szalongarnitúra, amelyeknek mind a székei, mind a díványa egy jóval nagyobb méretű bútordarab volt. 1885-ben, amikor elkezdett épülni a ház, egy egészen más világ uralkodott, mint 10 évvel később, amikor ezek a formák már kezdtek idejét múltá, meguntá válni, és egyre inkább elvárás lett az, hogy egy bútorcsalád az emberi testhez valamilyen szinten kezdjen el idomulni, a használhatóságot vegye figyelembe. Az országházi asztalos munkák kapcsán azt gondolom az a legszebb, hogy nagyon sok darabja elpusztult ugyan, de nagyon sok darabját rekonstruálták, nagyon sok darabját az itt működő asztalos műhely 20. század folyamán úgy karbantartott, hogy a mai napig is az eredeti faanyag és az eredeti forma, az eredeti gondolat megfigyelhető ezekben a bútorokban. Ennek köszönhető többek között az is, hogy ma is megszemlélhető mindez szinte a maga teljességében.